Gyönyörűen felújított kerekablakos hajó horkonyoz Tisza Bercelnél. A kérész kikötőben évek óta lehet kempingezni és különleges ételeket enni. A vizitúrázóknak is kedvelt pihenőhelye a part. A tulajdonos azt mondja, ma már nem elég az, hogy csak a helyi ízeket kínálják vendégeiknek. Akkor lesz sikeres egy vállalkozás, ha a helyi természeti erőforrásokat használják ki, és olyat nyújtanak, amit máshol nem kaphat meg a turista. Gyakorlatilag ma már Magyarországon minden normálisabb faluba készítenek lekvárt, pálinkát, disznózsírt, stb. Tehát ez már szerintem nem újdonság. Ezzel nem fogjuk ide vonzani a vendéget, azzal, hogy itt is van lekvár, pálinka, meg disznózsír, meg sonka. Még egyszer hangsúlyozom, a term adott annak a településnek, és nagyon sok olyan település van, aminek nincs ilyen adottsága, tehát ott nem kell falusi turizmust csinálni. 2012. A homlokzatra írták a felújítás évét ezen a tivadari vendégházon. Látszik az is, hogy 4 napra forgós az épület. Ez azt jelenti, hogy minden szobához fürdőszoba is tartozik. A tiszaparti településen 1993 óta foglalkoznak falusi vendéglátással. Jelenleg 10 ilyen vállalkozás működik. A polgármester azt mondta, különleges élményekkel várják a látogatókat. Innen Tivadarból csillagtúraszerűen be lehet járni Szatmárbereget. Szerencsére irodalmi történelmi emlékhelyek sokassága található itt. Például nincs az országnak olyan része, ahol ilyen közel legyen egymáshoz vízimalom, szárazmalom. Azok a programok, amiket elindítottunk mondjuk 15-20 éve. Hanusz Árpád, a Falusi Turizmus Szövetség megyei elnöke azt mondta, most már a 15-20 évvel ezelőtt megalkotott programokkal nem lehet vendégeket csábítani a megyébe. Ki kell találni, hogy egy-egy helyen milyen látnivalókkal várják a turistákat. El kell dönteni, hogy ki minek az égisze alatt akar dolgozni, melyik turistának az igényét szeretné igazán kielégíteni, mert ha vadászokét, akkor arra kell szakosodni, ha éppenséggel csak a pihenni vágyókat, akkor igazából a házát kell, az udvarát kell nagyon rendbe tenni. Jelenleg 1200 férőhelyen várják a megyei vállalkozások a látogatókat, viszont kevés a szakember ezen a területen. Magyarországon a falusi vendéglátást nem kötik képzettséghez a jogszabályok, így bárki indíthat ilyen vállalkozást. Ellenben Kárpátalján 600, míg Erdélyben 400 egyébként Magyarországon végzett szakember dolgozik.